fehérvári Big Band a tőlük megszokott fantasztikus előadással jelentkezett. Koncertjük ezúttal New Yorkba repítette az Ecsi színpad közönségét. A Broadway legnagyobb slágereit Pocsai Kriszta, Majsai Gábor és Farkas Gábor Gábriel adták elő Hámori János vezetésével. A BTS tánckarának tagjai pedig lendületes, néhol akrobatikus mozdulataikkal segítettek abban, hogy minél jobban át tudjuk élni azt az érzést, amit úgy nevezünk swing. Pocsai Kriszta napjaink egyik legjobb jazz énekese, kedves vendégvárosunkban, aki művészként és tanárként is letette a névjegyét a zene szerető fehérváriak előtt. Egy tündöklően tehetséges énekes, miként választ stílust magának? Húha, inkább úgy mondanám, hogy a stílus talál meg. Nagyon sokféle zenét hallgattam a kezdetektől fogva, és úgy választok stílust, amire megdobban a szívem. Van egy nagyon emlékezetes lemez, Louis Armstrong és Ella Fitzgerald duett lemeze. És amikor Miskolcon a Konziba jártam, ott klasszikus zongora szakra, és ezt a lemezt egyszer csak meghallottam, akkor ott eldőlt, hogy a jazz éneklés az így beszippant. Ezt szeretném én is. Ahogyan Ella Fitzgerald énekel, ez a se nem klasszikus, se nem az a bluesos, rock'n'rollos, amit én azelőtt ismertem, hanem valahol a kettő határán, jaj, gyönyörű szép, még a mai napig is borsódzik a hátam, hogyha ebbe belegondolok. Szóval az akkor eldőlt, és amikor ez a stílus így jobban megmutatta magát, akkor az összes ilyen kis csapása is nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon sokat ki is próbáltam közül. A gyönyörű hang egy adottság, ebben megegyezhetünk, ugyanakkor rendkívül sok munka kell ahhoz, hogy ez a színpadon is kijöjjön. Mi mindent kell tenned a hétköznapokon, hogy egy ilyen koncert valódi ünnep lehessen? Hát az elmúlt évek rutinja az nagyon sokat számít, az, hogy az összes gyakorlás, hát tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy egyszerűen nem telik el nap úgy, hogy ne énekelnék. Tanítok nagyon sokat, az is nagyon jó kondiban tartja az embert, meg egy kicsit így struktúrálja az egész éneklésről alkotott gondolatait, hogyha ezt valakinek el kell magyarázni, hogy mi mitől működik, akkor elkerülhetetlen, hogy elgondolkozzon maga az ember, hogy tényleg mi mitől működik. Megnézni erről az oldalról, arról az oldalról. Az, hogy egy ilyen este sok-sok éves tapasztalat gyűjtés eredménye, az lehet, hogy keveseknek van meg, de így van. Tehát az összes ritmussal eltöltött idő, óra, az összes harmóniával eltöltött idő, óra, az összes dallam variációval eltöltött idő, az mind egy-egy ilyen dalban benne van. Sailing over a cardboard sea, but it would have been made believe if you believed in me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but it would have been made believe if you believed in me. Without your love, az ízig vérek énekesnő és a komponista kézenfogva jár? Azt hiszem, hogy igen, mind a kettő itt van belül. Van, amikor
az egyik nyilatkozik meg, valamikor a másik, és valamikor együtt a kettő. Nem kérdezik, hogy mikor melyik jöjjön elő, egyszer csak előbújik. Igen, mind a kettőt nagyon szeretem. Mind a kettő nekem nagyon kreatív. Igazából nem is gondolkozom rajta, hanem ha eszembe jut valami, leírom, akár szöveg, akár dallam. De egyébként a jazzistáktól, a jazzzenészektől egyáltalán nem áll annyira távol, hiszen minden pillanatban komponálunk valamit, csak a nagy része elszáll, és akkor van egy kisebb része, ami pedig a papírra is rákerül. Kismillió pódium vár rád, azt hiszem, rengeteg fellépés van az életedben. Miként döntesz egy-egy invitálás elfogadásakor? Most például Hámori Janóék mellett mi szólt? Janóval nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, fiatal korunk óta igazából. Volt egy zenekar, amiben együtt játszottunk, úgyhogy ha Janó hív, akkor jövök, az egész biztos. Székesfehérvárhoz több kötődésem is van, több iskolában tanítottam itt évekkel ezelőtt, vagy már lehet, hogy évtizedekkel ezelőtt, talán annyira nem régen, de tanítottam is itt. Nagyon sok volt tanítványom van, nagyon sok kollégám lakik ebben a városban. Még színházaztam is itt, a Vörösmarty Színházban, az Árokban csücsültem és énekeltem, a Godspell című előadásom. Szóval elég sok emlékem fűződik Székesfehérvárhoz, nagyon szeretem ezt a várost, nagyon szép, és ezek a zenei megnyilvánulások itt mindig annyira jó hangulatúak. Akármikor jövök, most is beléptem a próbaterembe délelőtt, és rengeteg ismerős arc ült velem szemben. Mindig jó pár év elteltével egy picit elbeszélgetni, hogy kivel mi történt azóta, ki merre tart, hol jár, mit csinál az életében. Úgyhogy mindig egy ilyen örömteli kapcsolódás. In a restless world like this is, love is ended before is begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth. When I give my heart, it will be completely. Hámori Janó a trombita professzora, kivételes talentum birtokosa. Pályafutása bővelkedik nemzetközi sikerekben, megjárta a legnevesebb zenekarokat is, ennek ellenére számára ma már a Fehérvár Big Band az első. Édes Tova, három évtizedes múlt áll mögötted. Én azt gondolom, hogy egy tehetség, amikor kiteljesedik, érdemes egy kicsit arra gondolni, hogy mennyit kellett változni a három évtized alatt. A három évtized az ugye a trombitálás, a életkorom az már a négy évtizedet is meghaladta. Nem emlékszem. Folyamatos változás van bennem és körülöttem is. A családom stabil, úgyhogy hála Istennek az nem változik. Zeneileg érik az ember. Nem gondolom, hogy elértem valami csúcsot vagy ilyesmi. Szeretnék majd 100 éves koromra elérni valamit. I would sacrifice anything, come what may, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in his ears. Don't you know, you fool, you have no chance to win. Why not use your mentality? Come on, wake up to reality. Volt a korszakok a zenei pályafutásodban, az egyik mindenképpen a Budapesthez kötődik, a budapesti zenekarhoz. Én azt hiszem, hogy azt nehéz felülmúlni, bár majd a későbbiekben szó esik arról, hogy bizony lehet. Milyen volt az a zenekar, milyen az a zenekar? A Budapest Jazz Orchestrának alapító tagja voltam 20 évvel ezelőtt, most 20 éves a zenekar.
És 5 évvel ezelőtt szálltam ki abból a zenekarból, léptem ki, amikor megszületett a fiam, és úgy gondoltam, hogy nincs kedvem ennyit Budapestre járni, inkább itt Székesfehérváron próbálom megerősíteni azokat a zenei szálakat, amikben élek gyakorlatilag az elmúlt tényleg 30 éve. Nagyon szerettem a Budapest Jazz Orkesztrában játszani, most is nagyon nagyra tartom őket, az egész Big Bandet, azt, hogy ezt az egész műfajt, amit Big Bandnek nevezünk, és a swing korszaknak a legnagyobb darabjait elhoztuk annak idején, meg mások is, de azzal a zenekarral elkezdtük játszani. Annak én nagyon sokat köszönhetek, nagyon sokat tanultam az alatt a 15 év alatt, amíg ennek a zenekarnak tagja voltam. Ezt próbáljuk kamatoztatni, vagyis hát ennek a 15 évnek a tapasztalatait itt Fehérváron. Hordja kési és pisztolyát, nézd a cápa, hogyan gyilkol, csíkos teste, tiszta vég, de vicska maxim, a kesztyűt láthatsz, és a kesztyű hófehér. Hát rendben, múlt vasárnap, kint feküdt egy friss tetem, hogy a szomszéd utca sarkó, Maxi ott áll, hát Istenem! Ugye Fehérvár Big Band most már legenda. Én azt gondolom, hogy aki hallgat benneteket, az megerősítheti ezt. Amikor létrehoztátok ezt a zenekart, létrehoztad, és folyamatosan gondozod, gondoltál volna arra, hogy például az idei esztendő milyen fantasztikus sikert hoz számotokra? Hát az eleve a koncepciónk az volt, hogy rossz zenekart nem csinálunk, csak jót. És 9 évvel ezelőtt, amikor létrehoztuk a barátaimmal, fehérvári zenészekkel, egy-két pesti is van benne azért, ezt a zenekart, akkor az volt a célunk, hogy egy professzionális big bandet létrehozzunk. Ennek egy része, én azt gondolom, hogy sikerült, egy másik része, az anyagi vonzata, az még egyelőre még várat magára, hogy megálljon a saját lábán, de működünk és szeretjük csinálni nagyon. Személyes elismerés, hiszen az aranyfokozat önmagáért beszél, megerősít téged a mindennapokban? Nagyon örültünk neki, és ha legközelebb is elmegyünk egy ilyen megmérettetésre, akkor legközelebb is a maximumot fogjuk nyújtani, amit tudunk, és a zsűri majd értékeli, hogy... Számunkra a királyi napok a legfontosabb ünnep, nyilván a koronázó város polgárai számára ez így van rendjén. Azzal, hogy most itt bemutatkoztok, illetve ismét játszotok, és olyan barátokat hívtál meg magad mellé, akikben megbízol, ez mit jelent? Mi volt az elv a meghívásokban? Igen, az énekeseket, a mai estére művészeinket, énekművészeinket, hadd fogalmazzak így. Nem volt semmi koncepció. 3 különböző karakterű énekhangot szerettem volna, és ez sikerült is 3 nagyszerű énekessel. A koncert bizonyította, ma is van érdeklődés az igényes zenére. A közönség Hámori Janóékkal egy röpke másfél órás tartalmas látogatást tehetett New Yorkban. Én csak utazom, felhevőt hazátlan utakon mutatom magam, az unalom lassan. Magamba kutatom, hogy hol van a nyugalom, hol melyik vonalon szalad el az a kicsike gőzös a folyamon, ami elszállítja a hátamon a látszatot, hogy el vagyok, meg vagyok, átkarol a szánalom, gyere már! Vízik a szervem, eszik ki, veszik ki, hűl az elme, szeretkezik a nyelvem, édesen beszél a léptem, hazudva kérdez, ez csupa sár, végen is a vérem, elhasad, elszak
a verselő szenvedő szerető kereső lélek. A magyar népzenét a könnyű zene különböző válfajaival és a klasszikus zenei hangszereléssel ötvöző Szabó Balázs bandája koncerttel befejeződött a Királyi Napok könnyű zenei programsorozata az Zicsi színpadon. Korán találkoztál a zenével, viszonylag kicsi korodban. Mikor volt ez, és hogyan találkoztál a zenével? Hát sokféle hajszáléren keresztül mondhatom ezt így, édesanyám óvónő, úgyhogy nálunk már tényleg óvodás koromban jelen volt a táncikálás, meg az énekelgetés, nem csak az udvaron, de az óvodában is, úgyhogy így anyukám már eleve úgy nevelt minket, hogy így hála jöjj neki, így, meg a falusi környezet is így támogatta azt, hogy így oltotta belénk a zene szeretetét, akkor még olyan lakodalmak voltak, és olyan muzsikusok voltak megfogadva, akik még tényleg a régi iskolát járták és képviselték, úgyhogy egész kicsi koromtól tűzkedve voltam, de persze akkor én még javában űrhajós katona és feltaláló akartam lenni, úgyhogy egészen más kalandvágyjal vágtam neki így az általános iskolának, meg aztán a középiskolának. Ami a mostani életemet meghatározza, az inkább középiskolában volt az a fajta találkozás a gitárról, illetve azzal a fajta zenével, meg zenéséggel, amiket én akkor hallgattam és szerettem, Sebők, vagy Bereményi Géza szövegei, Cseh Tamás, úgyhogy sok ilyen magányos gitáros mellett nevelkedtem, mondhatom ezt így. De gyerekkoromban tanultam zongorázni, és csak akkor az még inkább kötelező feladat volt, és akkor alig vártam, hogy túl legyünk rajta. Szóval így nem mondhatom azt, hogy ilyen módszertszerűen ilyen zenebóhoznak születtem, mert kis apró koromtól, úgyhogy lassan és kacifántosan jutottam el odáig, hogy aztán hegedű és gitár legyen a kezembe. És hát középiskola után jöttek azok az évek, amik így elraboltak a színház fele, úgyhogy akkor a színpadnak egy kicsit a másik oldalát is láthattam, tapasztalhattam, tanulhattam. Nagyon sok olyan idős színésztől tanulhattam a bábos szakmát is Debrecenben, akikre mind a mai napig felnézek, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy így az ő kezük között kupálódhattam, ha mondhatom ezt így, és hát nagyon sok kalandos évem következett, és az alatt mindig volt a kezemben hangszer. És viszonylag későn kezdtem el egyébként hegedülni, ilyen 23-24 évesen mertem neki fogni, mert azt gondoltam, hogy és az olyan bátorítástak is szánom azoknak, akik hasonló cipőbe járnak, hogy én is azt gondoltam, hogy mindig mondják, hogy hegedülni azt, ha az ember nem kezdi a gyerekkorában, akkor már nem érdemes neki fogni, úgyhogy én nagyon sok évet halogattam, hogy utólag bánok, hogy kihagytam. De akkor úgy voltam vele, hogy ha csak a boci-boci tarkát el tudom játszani, akkor már lesz egy kis sikerélményem, úgyhogy így fogtam neki, vagy így jött a képbe később a hegedű. És hát a sok népi hangszer, meg a sok ütős hangszer, az meg tényleg így a színház miatt is, az utcaszínház miatt, és a sok utazás, sok együttzenélés öröme, az mind hozta azt, hogy tanulhattam, láthattam, leshettem tőlem jóval ügyesebb emberektől, és aztán ezt nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. És a színházzal párhuzamosan nőtt ez a dolog bennem, és az utóbbi 5-6 évben volt az, hogy éreztem, hogy ez már nagyon sok, és akkor nem írtam alá a Bábszínházba Kecskeméten, hanem akkor fölköltöztem Budapestre, és akkor csak a zenekarra, idézőjelesen csak a zenekari ügyekkel kezdtem el foglalkozni, és hát így mellette néha-néha azért még vannak rendezések, zeneszerzések, úgyhogy még a színház azért nincs elengedve az életemből, de valahogy így indult el az egész történet. Akkor úgy érzed, hogy most jó helyen vagy, vagy mindig van hova tovább, és vannak újabb ötletek, és nem tudsz megállni? Hát mindig van hova tovább, meg az ember, legalábbis én úgy vagyok vele, hogy mindig tovább akarom álmodni magam, hogyha az egyik álmom teljesült, vagy hogyha sikerült olyat csinálni, amiről már éveken keresztül készültünk, vagy álmodoztunk, és létrejött. Ez arra is igaz, hogy olyan helyszínen játszunk, vagy olyan embereknek muzsikálunk, vagy olyan zenészekkel, vagy olyan zenekarral játszunk. Tényleg ilyen szinte minden frontján lehet álmodni egy újat. És amikor teljesül egy ilyen álom, akkor hogy az ember újra is tovább gondolja, és akár még merészebb álmai születnek. Én már sok-sok éve azt érzem, hogy már sok évvel ezelőtt megtörtént az, amire akár így középiskolásként mertem ábrándozni vagy vágyni. Tehát mondhatom azt, hogy járatlan vizeken járok olyan szempontból, hogy jóval messzebb jutottam, mint amire mertem gondolni. És hát innen meg aztán
az engem is inspirál, illetve engem is így ébren tart, hogy az ember nem dőlhet hátra. Ez egy olyan szakma, de sok ilyen szakma van, főleg művészeti dolgok van, de szinte mindenre igaz, hogy az ember azt hiszem, hogy amikor biztonságban érzi magát és hátradől, akkor ott rontja el egy kicsit a dolgot. Úgyhogy hálőknek, mivel én ezt a lassú, hosszabbik utat járom, ha mondhatom ezt így, bennem így soha nem volt arra kényszerem, hogy hátradőljek és megpihenjek és lenézzek innen. Én nagyon bízom, hogy nem ez a domb teteje is, hogy nem ez a... Bárha úgy alakulna, hogy a következő években már kevésbé lesznek látványosak, vagy sikerekesek a dolgaim, akkor sem lesz bennem csalódottság, mert mint ahogy mondtam is, így már olyan helyekre jutottam el, vagy annyi ember előtt tudtam muzsikálni, amiről nem ismertem ábrándozni. De az meg természetesen abban meg így bízom, hogy ez még nem, hogy mindig van hova tovább, és nagyon, nagyon vágyom is, hogy legyen, mert... Amitől egy alkotó ember nagyon fél, a kiégéstől való félelem, vagy az, hogy mikor írja az utolsó dalát, vagy hogy mikor vannak az utolsó jó pillanatai a színpadon, azt így én nagyon bízom benne, hogy így sejteni fogom, vagy érezni fogom, vagy olyan barátaim és olyan zenésztársaim lesznek, akik szólnak, hogy ez már nem az. Nagyon bízom, hogy ez még nagyon-nagyon messze van, és ha ez így van, akkor meg még abban is bízom, hogy mindig jönnek új ötletek, meg új álmok, amitől én is fejlődhetek, inspirálódhatok, és mindig lesz hova menni az úton. Most nem azért nézek a napba, hanem csak azért, hogy más is kutassa. Most nem azért szállok a fénynek, hanem magamért, hogy tudjam, hogy élek. Jelentős változásról beszéltél, de a stílus marad. Természetesen, mivel ezt szeretjük, meg ezek vagyunk, úgyhogy inkább úgy értem, hogy hálainak nagyon sokféle stílusban próbálunk megcsobbanni, és nagyon sokféle stílus próbálunk összekeverni szándékosan, mert annyi félét zenét szeretünk, és hogy szerintem nagyon is jól együtt tudnak lakni ezek a zenei formák, csak persze ügyesen ki kell kristályosítani, és ki kell találni. Hát nagyon bízom benne, hogy hosszú távon ez lesz a érteten a saját hangunk, ha mondhatom ezt így, és hát ebben azért még rengeteg lehetőség van, én legalábbis azt érzem, hogy hála égnek kicsit kimeríthetetlen ez a történet. Ugyanakkor megpróbálunk mi is megújulni, hogy mi magunk se unjunk rá saját magunkra, hanem mindig változzunk, épüljünk, és persze az ember mindig abban reménykedik, hogy mindig egyre jobb és jobb. Hát nagyon bízom benne, hogy ez nem csak nekünk lesz jobb, hanem a közönségnek is egyre jobb, de ezt a fajta kísérletezést is a jövőben én azt hiszem, hogy talán ennek a zenekarnak akkor lesz vége, amikor elfogy a kísérletezési kedve, és le akarnánk külni egy olyan hokeddire, amin hasonlókat csinálnánk, mint amit az elején, a közepén és a végén, és így amíg születnek olyan dalok és olyan történetek, vagy olyan hangszerelések, ami saját magunkat is meglep, én azt hiszem, hogy addig ez egy nagyon jó ajándék magunknak is, és addig érdemes ezt csinálni, amíg ajándéknak tekinti az ember. Van egy apró furcsa jellemrajz itt a szívem alján. Autók futnak rajta, integetnek szép kis bálvány. Milyen halvány lélek az, amit most bennem elcsúszik. Ez egy olyan fő utca, ahol mindenki állva úszik. Jön valami apró jellem, aztán nincs itt cserél bennem. Néhány öreg asszony lejössz a gyorra, ölében erre. Magamat nézem, látod, milyen érdekes, nézd, már itt vagy. Szívem sarkán megáll a lélek, mondom, jó, hogy itt vagy. Ablak a kertre a fényem, a lényem, és nem viszik át új zuhanát. Alszom a vérben, a télben, és álmom, nem viszik át új zuhanát. Ablak a kertre a fényem, a lényem, és nem viszik át új zuhanát. Alszom a vérben, a télben, és álmom, nem viszik át új zuhanát. Jól tudom, idén kijött egy lemezetek. Ezt hoztátok el majd Székesfehérvárra? Igen, jó sok dal lesz benne erről is. A tavasszal jelent meg a Rajtad felejtett szavaim című új albumunk. Ez a zenekarnak a negyedik nagy lemeze, úgyhogy még nem a sokadik, de nem is az elsők között levő.
és hát természetesen ezt tavasszal elkezdtük már lemezbemutatókon, kisebb-nagyobb koncerteken megmutatni, majd ősszel folytatódnak a lemezbemutató koncertek, és hát ugye a nyár kedvéért ez megszakadt természetesen a sok utazás miatt, és nyáron meg igyekszünk egy ilyen olyan műsort énekelni, mert ez is szerves része, de azért azoknak is szeretnénk kedvezni, akik még ezt kevésbé ismerik, hanem inkább a régi számokat szeretik jobban, úgyhogy tényleg próbáltunk egy olyan, kicsit ha mondhatom, egy A-tól Z-ig dolgot hozni, amivel talán mindenki megtalálja a számításait a zenekarral kapcsolatban. Az idei esztendőben is méltó módon búcsúzott a Szent István ünnepségektől a koncertsorozat. Napjaink egyik legkiválóbb, egyedi zenei világú csapata Szép estét szerzett rajongóinak.